Milliárdok fejlesztésre 15 megyei pályázati kiírás már megjelent a terület és településfejlesztési operatív programban. Visszaéltek a cég nevével, hamis számlákat és szerződéseket adtak ki ismeretlenek a kisvárdai Baromfi feldolgozó cégcsoport a Mastergood Kft. Nevében. Nem támogatnak egyes rákgyógyszereket, a szaktárcák nem módosítják a gyógyszereket felsoroló jogszabályt. Tizenöt megyei pályázati kiírás már megjelent a terület és településfejlesztési operatív programban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A rendelkezésre álló 89 milliárd forintból főként gazdaságfejlesztésre költenek, de jut pénz például környezetvédelmi és turisztikai beruházásokra is. Erről beszélt Rákosi Balázs államtitkár ma Nyíregyházán. Vízi madarak a kiszáradt mederben. Így nézett ki évekig a Rétközi tó, mielőtt megkezdődtek volna a rekonstrukciós munkálatok a több mint 1 milliárd forintnyi Európai Uniós forrásból. Sesták Oszkár a megyei közgyűlés elnöke egy nyíregyházi konferencián arról beszélt, hogy ehhez hasonlóan összetett turisztikai és környezetvédelmi projektekre is pályázhatnak a megyei önkormányzatok a terület és település fejlesztési operatív programban 2017 nyaráig. A Rétközi tó megújult Kisvárda szomszédságában a közelmúltban. Egy nagy operatív programi támogatási felhívással végre használhatóvá tették a tavat a horgászturizmusra, és azt gondolom, hogy olyan kiegészítő elemeket tudunk mondjuk a turisztikai fejlesztés keretében megvalósítani, amik egy sétányt kialakítását, egy kilátó megépítését, egy olyan turisztikai vonzerőt jelentenek, ami hozzátesz a tó környezetéhez. A terület és település fejlesztési operatív programban, vagyis a TOP-ban rendelkezésre álló 89 milliárd forintos megyei forrás mellett elérhető fejlesztési forrása a vidékfejlesztési program 1300 milliárd forintos országos keretéből is. Lipők Sándor fejlesztési biztos a konferencián kiemelte, az új program előtérbe helyezi a kis és közepes vállalkozások, valamint a családi gazdaságok támogatását. A pályázati kiírások megjelentek a vidékfejlesztési programba. A vidékfejlesztési programnak a legfőbb üzenete, hogy a magyar kormánynak a birtokpolitikája abban nyilvánul meg, ugyebár, hogy a nagy üzemi gazdaságok helyett a kis és középvállalkozásokat, illetve a családi gazdaságokat helyezi ez a program előtérbe. Tehát azt jelenti, hogy ennek a forrásnak több mint 80%-át ők pályázhatják. És a vidékfejlesztési programon belül vannak olyan különleges prioritások, amelyre nagyobb hangsúly van fektetve. Gondolok itt arra, hogy 200 milliárd forint forrás áll rendelkezésre, itt az élelmiszeripari technológiai fejlesztésre, itt az emberi erőforrás hatékonyságának a javítására. A konferencián Rákosi Balázs, Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a TOP-ban mintegy 1230 milliárd forintnyi forrás áll a megyei önkormányzatok rendelkezésére, főként gazdaságfejlesztési célú beruházásokra. Ebből az 1230 milliárd forintból részesül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több mint 89 milliárd forinttal, és több mint 26 milliárd forinttal pedig Nyíregyháza megyei jogú város. Ami miatt most aktuálisan a területfejlesztési operatív programról beszélünk, egyrészt maga a 14-20-as tervezési fejlesztési időszaknak a végrehajtása, tehát a 12 000 milliárd forint felhasználása, az a tavalyi év folyamán kezdődött el nagy munkával és nagy előkészítő munkákat követően, viszont idén kezdődnek meg a településfejlesztési operatív program pályázati kiírásai, hiszen a kormányzati döntés keretében minden pályázatot szeretnénk 2017 nyaráig kiírni. Ennek keretében a TOP-ban rendelkezésre álló 1230 milliárd forintra is szeretnénk jövő év közepéig az összes pályázatot kiírni. Az államtitkár elmondta, 2015 év vége és 2016 márciusa között 30 pályázatot írtak ki, több mint 560 milliárd forint értékben. Az év hátralévő részében további 30 pályázat kiírása várható, amelyek keretében mintegy 1000 milliárd forint lesz elérhető a települési önkormányzatok számára. Hamis számlákat és szerződéseket adtak ki ismeretlenek a kisvárdai Baromfi feldolgozó cégcsoport a Mastergood Kft. Nevében. Távol-keleti országokban próbáltak így visszaélni a cég nevével. A vállalkozásnak kínai, dél-koreai, valamint japán piacokon jelentett problémát a csalás. Megkerestük a vállalat vezetőjét, aki elmondta, anyagi káruk nem keletkezett a csalók miatt. Szerencsére ebben a régióban nekünk olyan vevőink vannak,
akiktől szintén azonnal első kézből kaptunk jelzést, úgyhogy ez az hír, vagy ez az információ kárt nem okozott, inkább csak egy kis izgalmat, vagy egy kis bosszúságot. De ezben azt is jelenti, hogy olyan jó bejáratott név a Baromfi feldolgozásban, kereskedelemben a Master Good, aminek sajnos megpróbálnak a nevével visszajönni, de álljuk a szöget, nem engedjük sem a hitelrontást, és sem azt, hogy ebből valamiféle kárunk keletkezzen. 18 új rákgyógyszer támogatását utasította el az Országos Egészségbiztosítási Pénztár idén februárban. A támogatott orvosságok listájára azért nem kerülhettek fel, mert a szaktárcák nem módosítják a gyógyszereket felsoroló jogszabályt. A most elutasított készítmények közül 7-hez egyáltalán nem lehet hozzájutni Magyarországon. Tele vannak a polcok gyógyszerekkel ebben a patikában. Ezekkel együtt jelenleg több mint 5500 készítmény szerepel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott orvosságok listáján. Az OEP idén 400 milliárd forintnál is többet költ gyógyszertámogatásra. A főleg népbetegségeket gyógyító orvosságok nagy részénél akár a 80-90%-ot is elérheti a támogatás mértéke, ilyenek például a vérnyomás csökkentő készítmények. Nagyon fontos megjegyezni, hogy egy gyógyszer, tehát a magas vérnyomás csökkentésére különböző típusú gyógyszerek vannak, több csoportba lehet őket osztani, és ezek között árban nagyon nagy eltérések lehetnek. El lehet mondani, hogyha egy készítmény, amelyik az adott csoportban a legolcsóbb, ami támogatást megkap, az esetek nagy részében ugyanezt az összeget fogja megkapni a többi hasonló készítmény, ezért lehet olyan eltérés a gyógyszerek árában, hogy az egyik készítmény pár száz forintos, és ugyanazzal a hatóanyaggal egy másik gyártó készítmény akár 2-3-szor ennyibe is kerül. Vannak azonban olyan készítmények, amelyek egyáltalán nem szerepelnek a támogatási listán, ilyen például az altatók és néhány allergiagyógyszer. Az OEP legutóbb februárban utasította el 18 rákgyógyszer támogatását, mivel az EMMI és Nemzetgazdasági Tárca nem módosította a támogatott gyógyszereket felsoroló jogszabályokat. Bár az eljárást az OEP folytatja le, a döntés alapvetően nem az ő kezében van. Nem elég a szakmai indokoltság és a költséghatékonyság, társadalom és egészségpolitikai szempontokat is vizsgálnak. Jogszabály mondja azt ki, hogy csak úgy kerülhet be új készítmény, ha a rendelkezésre álló előirányzatát a pénz, ezt lehetővé teszi. Ezekben az esetekben az OEP természetesen elkészítette a jogszabálymódosítási javaslatait, az erre vonatkozó előírások alapján figyelembe vette, kikérte az Egészségügyi Technológiai Értékelő Bizottság véleményét, jogszabálymódosítási javaslatokat fölterjesztettük, de mivel ezek a javaslatok nem jelentek meg jogszabályban, módosítás kapcsán, ezért a pénztárunknak ezeket el kellett utasítani. Bizonyos gyógyszerekhez egyedi kérelem alapján is hozzájuthatnak a betegek, így például a most elutasított készítményekhez is. A forgalmazók számára sem végleges a döntés, újra kezdeményezhetik a gyógyszerek elfogadását, amit új eljárás keretében vizsgálhatnak majd. Sportcentrum építése kezdődhet meg idén Újfehértón. A város 625 millió forintos kormányzati támogatást kap a beruházásra. A fejlesztéssel kapcsolatos nyíregyházi tájékoztatón Simon Miklós, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője kiemelte, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye negyedik legnagyobb városában halaszthatatlan a fejlesztés. Ezzel kapcsolatosan egy képet is bemutattak Béres Leventével, a megyei közgyűlés képviselőivel. Jelenleg így néz ki a sporttelep Újfehértón. Kialakításra kerül a városi sportpálya felújítása, egy 390 fő befogadására alkalmas fedett lelátó, valamint a teljes futballpálya megújításra kerül egy 68x105 méteres futballpálya. Az ezt kiszolgáló öltözők, sétányok kerülnek kialakításra, valamint 2 darab szabadtéri kondi park is kialakításra kerül, az egyik a sportpályánál, a másik pedig a Rákóczi úti non-profit közösségi szolgáltatóháznál fog megvalósulni. Oktatási reformot akar az MSZP, erről beszélt a párt nyíregyházi tájékoztatóján Tukacs István országgyűlési és Jeszenszky András önkormányzati képviselő. A politikusok kiemelték, a parlamenti oktatási vita nap is a köznevelési kerekasztal sem ért célt. Jeszenszky András kiemelte, ezért hoztak létre a civilek egy közoktatási platformot, ahol valódi szakmai viták folynak, és már el is készítették első 12 pontos javaslatukat.
Ezekben a pontokban mindenféle területre történik utalás, nyilvánvalóan foglalkoznak a finanszírozás kérdéseivel, de természetesen szakmai kérdésekkel is, mint például a tananyagtartalmak vagy a tanulók terheinek a csökkentése. Tehát az látszik, hogy valódi szakmai egyeztetés és párbeszéd folyik az ott jelenlevő oktatásban érintett felek között. Kórházakban vállalnak önkéntes munkát a Jobbik tagjai. A párt kiemelkedően fontosnak tartja, hogy megismerje az egészségügyben tapasztalható problémákat. Ezért csatlakozott a Jobbik elsőként a Független Egészségügyi Szakszervezet felhívásához, hangsúlyozta tájékoztatóján Földi István megyei önkormányzati képviselő. Ugye nemzeti konzultációt hirdetett meg a Jobbik Magyarországért mozgalom, amire például az oktatás, a korrupció mellett nagyon fontosnak tartjuk az egészségügynek is az újjáértékelését és ezeknek a hatalmas problémáknak a megoldását. Az önkéntesség jelét abban látja a Jobbik legfőképpen, hogy testközelből személyesen kellene érzékelnie a honatjáknak azt a dolgot, hogy igenis milyen siralmas helyzet van például a magyar egészségügyben, hogy mély ponton van. 15 év értékmentő műemlékvédelmi írásait foglalta egy kötetbe Sipos László. A könyvről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Vereséget szenvedett Kecskeméten a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 21. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 81-72-re verték Sitko Ernő együttesét. A nyíregyháziak szombaton a Jászberényt fogadják a Bemiskola csarnokában. Érvényesült a papírforma, pont nélkül tértek haza Szegedről a nyíregyházi tekézők. A Szuperliga 17. fordulójában lejátszott mérkőzésen az 5 világbajnokkal felálló hazaiak 8-0-ra verték az NTK-t. Száz egy szál vágott hóvirágot találtak a pénzügyőrök a vámvizsgálat során egy ukrán férfi táskájában a Záhonyi határon. 8 ukrán állampolgár utazott a litván kisbuszban. Cigaretta helyett 101 szál hóvirágot találtak az egyik utazó táskában. A sofőr elmondása szerint Olaszországba vitték az ajándékkosárba csomagolt növényeket nőnapra. Magyarországon a hóvirág nem csupán őshonos, de védett növény is, így annak leszedése, gyűjtése vagy szállítása minden formában tilos. A pénzügyőrök természetkárosítás büntet gyanúja miatt feljelentést tettek a rendőrségen. Az esetről a Hortobágyi Nemzeti Parkot is értesítették. A kosár hóvirág eszmei értéke meghaladja az 1 millió forintot. 3 forinttal emeli a 95-ös benzin és 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a MOL. Az emeléssel a benzin és a gázolaj átlagára is 305-306 forintra nő. Legutóbb szerdán változtak az árak, akkor a benzin átlagára bruttó 3 forinttal emelkedett, a gázolajára nem változott. Műemlékvédelmi írások és tanulmányok szerepelnek az Értékmentőben című könyvben. A kötetet hétfő délután mutatták be a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárában. A rendezvényen Sipos László szerző kiemelte, a könyv a civil szféra és a műemlékvédelem viszonyát is taglalja. 1991-ben jelent meg az Értékmentő című folyóirat első száma, a labban rendszeresen publikált Sipos László is, a szerző műemlékvédelmi írásaiból válogatott, ez adta az Értékmentőben című könyv alapját. A kötet a civil szféra és a műemlékvédelem viszonyáról is szól, valamint különleges templomokat mutat be térségünkből. Írásaimat, tanulmányaimat, tudósításaimat és könyvrecenzióimat tartalmaz ez a könyv, szám szerint 13-at. Én törekedtem mindig arra, hogy soha ne száraz tényeket sorakoztasson föl egy tanulmány vagy írás, de hát óhatatlan, hogy tényeket is tartalmaz. Én szerintem némelyik már majdhogy nem krimi izgalmasságával próbálja boncolgatni a templomok falképkincsét, azok keletkezését kitábrázolnak. Miért nem azt ábrázolják, akiről az irodalom szól? Tehát ebben van egy bizonyos nyomozás, oknyomozás, attribútumok összevetése, szakirodalom ütköztetése, és igyekeztem ezt nagyon olvasható és követhető formában megírni. Ezt segíti, hogy a kötetben 73 műemlékfotó található, ezek szinte kézenfogva vezetik az olvasót, véli a szerző. Köszönöm.
Vereséget szenvedett Kecskeméten a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 21. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 81-72-re verték Sitko Ernő együttesét. A nyíregyháziak szombaton a Jászberényt fogadják a Bemiskola csarnokában. A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 20-15-re nyerte a Kecskemét. A második 10 percben egy pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda, amely a harmadik negyedet így behúzta 3 ponttal. A zárójáték részben 2 pontra felzárkózott a Nyíregyháza, közelebb azonban már nem tudott kerülni ellenfeléhez Sitko Ernő együttese, a Kecskemét végül 9 ponttal megnyerte a találkozót. Úgy gondolom, hogy egész jól felkészültünk a játékukból, bizonyos szituációban olyan védekezést tudtunk nyújtani, amivel meg lehetett volna nyerni ezt a mérkőzést, de sajnos ez nem sikerülhetett azért, mert kulcs fontosságú szituációban mi mindig eladogattuk a labdákat, nem megfelelő helyzet kiválasztást, nem volt megfelelő helyzet kiválasztásunk, illetve a Kecskemét egy agresszív védekezéssel kezdte a mérkőzést, amiben megpróbálta letámadni a mi első passzainkat és az első passzsávokat folyamatosan védte. Ez ellen mi nem igazán találtuk az ellenszert, nem tudtunk megfelelően fegyelmezetten és kontrolláltan játszani. Így egyértelmű volt a mérkőzésnek a végkimenetele. A hazaiak edzője szerint mindig a kötelező győzelmek megszerzése a legnehezebb. Nyíregyháza egy kellemetlen ellenfél, hogy az ővi formán jön lassan fölfele, és hogy nehéz mérkőzés számítom. Úgy is volt, jó védünk, néhány helyzetben zóna ellen nem rögtön aklimatizálunk, de utána minden jön a helyre. Videkező volt nagyon jó, viszont mi is megint 17 eladó labda volt, ez a kicsit sok, ez a szám kell csökkentni, de persze, hogy ilyen mérkőzések még kötelező nyerni, győzni, ez a legnehezebb ilyen győzelem hozni. A forduló további eredményei a következők: Körment Zalaegerszeg 76-81, Kaposvár Szombathely 103-98, Pécs Szolnok 57-92, Albafehérvár Sopron 91-71, Jászberény Atomerőműese 80-92 és MAFSZ Szeged 90-69. A tabella élén az Atomerőműese áll 17 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az egyaránt 16-5-ös mutatóval rendelkező Szolnokot, illetve Zalaegerszeget. A Marsó Nyíregyháza 4 győzelemmel és 17 vereséggel a 13. helyen várja a sereghajtó Jászberény szombati vendégjátékát. Érvényesült a papírforma, pont nélkül tértek haza Szegedről a nyíregyházi tekézők. A Szuperliga 17. fordulójában lejátszott mérkőzésen az 5 világbajnokkal felálló hazaiak 8-0-ra verték az NTK-t. Már a kezdés előtt sem volt kérdéses a mérkőzés kimenetele, így a nyíregyháziak a tanulás szándékával a tisztes helytállás reményében utaztak el a Tisza partjára. A szegediek mindössze egy helyen változtattak azon a csapaton, amely a hét közepén kiharcolta a legjobb 4 közé jutást a Bajnokok Ligájában, azaz abszolút komolyan vették a találkozót. Kijött a két csapat közötti különbség, a vendégek hiába ütöttek 3410 fát, a házigazda 3825 fát elérve csak apró részsikereket engedélyezett a nyíregyháziaknak. Tegő Levent és a Hakker Dezső nélkül kellett elutazni Szegedre, és emiatt a Magyarorsi Péternek a válsérülésével, illetve a Szlovenszki Tóbor válsérülésével vállalnia kellett a játékot. Jó magamnak az edzésen tért problémáim akadtak, de hát azért mondom, hogy több sebből vérezve, de mégis úgy voltam vele, hogy játszunk és egy tisztességes eredmény próbáljunk meg kicsikarni, és úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez képest még akár azt mondom, hogy többet is sikerült elérni, ugyanis hozzáteszem, hogy majdnem minden játékosunk szerzett egy-egy belső szetpontot, ami már önmagában nagy bravú szokott lenne a szegedi katlamba, és lehet mondani azt, hogy kaptunk tapsot a hazai közönségtől egyes részeredmények után, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindenképpen elégedetten távozhattunk a 8-0-ás vereségünk ellenére. A Szuperliga tabellájának élén a Szeged áll 100%-os teljesítménye 34 ponttal, megelőzve a 30 pontos Lépcelakot és a 29 pontos Zalaegerszeget. A 10 pontos Nyíregyháza a 10. helyen várja a folytatást. A hétvégén nem rendeznek fordulót a Szuperligában, így a nyíregyházi játékosok készülhetnek a március 12-én esedékes területi döntőre, amelyen 5 megye 44 tekézője lép majd dobóállásba a Városi Stadion csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
15 megyei pályázati kiírás már megjelent a terület- és településfejlesztési operatív programban. A rendelkezésre álló 89 milliárd forintból főként gazdaságfejlesztésre költenek, de jut pénz például környezetvédelmi és turisztikai beruházásokra is. Erről beszélt Rákosi Balázs államtitkár ma Nyíregyházán. Hamis számlákat és szerződéseket adtak ki ismeretlenek a kisvárdai Baromfi feldolgozó cégcsoport a Mastergood Kft. Nevében. Távol-keleti országokban próbáltak így visszaélni a cég nevével. A vállalkozásnak kínai, dél-koreai, valamint japán piacokon jelentett problémát a csalás. Megkerestük a vállalat vezetőjét, aki elmondta, anyagi káruk nem keletkezett a csalók miatt. 18 új rákgyógyszer támogatását utasította el az Országos Egészségbiztosítási Pénztár idén februárban. A támogatott orvosságok listájára azért nem kerülhettek fel, mert a szaktárcák nem módosítják a gyógyszereket felsoroló jogszabályt. A most elutasított készítmények közül 7-hez egyáltalán nem lehet hozzájutni Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látták csütörtökön, friss hírekkel péntek este is várjuk Önöket. Tudósításainkat, műsorainkat visszanézhetik honlapunkon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, kisebb esővel. A Kárpát-medence időjárását a mediterrán térségben nyugatról kelet felé vonuló ciklon alakítja, amely hazánk nagy része fölé többnyire nedves, majd péntek délutántól már szárazabb levegőt szállít. Éjjel többnyire erősen felhős, majd borult lesz az ég. Néhol előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet, elvétve előfordulhat eső. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Szombaton napközben nem kell csapadéktól tartani, inkább csak estétől eredel helyenként az eső, főképp a Dunántúlon. Vasárnap többfelé számítani kell esőre, záporra, a csapadék zóna nyugatról kelet felé vonul, mögötte nyugat felől már felszakadozhat a felhőzet. A következő napokban csak rövid időszakokra süthet ki a nap, gyakran beborul az ég és hazánk több pontján, illetve több ízben eshet az eső. A hétvégén kissé erősödik, majd a jövő héten ismét gyengül a nappali felmelegedés, éjszakai fagy azonban csak néhol fordul elő.